Tegnap is ma tartotta éves konferenciáját és közgyűlését a Romániai Repülőterek Egyesülete. Az eseményre szakértők és a repülőterek igazgatói érkeztek szovátára. Többek között a jelenlegi geopolitikai helyzet légitársaságokra gyakorolt kihívásait vitatták meg. 2023-ban Románia légi forgalma meghaladja majd a 25 milliót is, 2040-re pedig az 50 millió utas a cél. Ehhez viszont következetes fejlesztési stratégiára van szükség, fogalmazott Dávid Csicseó, a Romániai Repülőterek Egyesületének elnöke a csütörtökön tartott éves közgyűlésen. Az egyesület szakértőket, az ország repülőtereinek igazgatóit és a légitársaságok képviselőit hívta össze, akik többek között a légi közlekedés kihívásairól tárgyaltak, elsősorban a jelenlegi geopolitikai helyzet kontextusában. Az egyik legfontosabb téma, amit meg kell tárgyalnunk, az a járatok késése, amely sajnos idén is tapasztalható lesz Európában és világszerte. Ezek a késések főként a nagy repülőtereken tapasztalhatóak, és a munkaerőhiánynak tudhatók be. Ha pedig a nagyobb összeköttetéseknél késések vannak, akkor a Romániába érkező járatok is késni fognak. A konferencián jelenlévő Péter Ferenc, Maros megyei tanácselnök elmondta, nagy változásokon megy át a légiutas forgalom, és úgy látja, a jelen helyzetben a repülőterek számára is a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy időben be tudják fejezni a fejlesztési projekteket. Finanszírozási szempontból is egy kihívás, hogy hogyan oldod meg ezeknek a pályázatoknak a finanszírozását, amint tudjuk a nagy infrastrukturális projektek, amelyek be kell fejeződjenek 2023. december 31-ig. Ezeket nagyon fontos, hogy minél hamarabb el lehessen költeni, minél hamarabb le lehessen hívni ezeket az összegeket, ellenkező esetben saját költségvetésből fog kelleni finanszírozni a fennmaradt részeket. A konferencián többek között olyan témákat boncolgattak, mint a modern repülőtéri technológiák és rendszerek kérdése, pályázati és fejlesztési lehetőségek, az utasok kényelmének növelése, valamint a parkolási rendszerek kidolgozása.